Remekeltek a szandiás lányok az éve első versenyein, a kicsik Zalaegerszegen, a nagyok pedig Budapesten bizonyítottak. A klub legnagyobb korcsoportjába tartozó táncosai utaztak a múlt hétvégén Budapestre, míg a kicsik Zalaegerszegről hoztak haza összesen 10 aranyat és egy ezüstöt. Ezt a remek eredményt úgy érték el a fiatal sportolók, hogy többen betegség miatt nem is tudtak elutazni a megyei versenyre. Megkezdtük a 2023-as versenyszezont. Múlt hétvégén volt az első versenyünk. Budapesten és Zalaegerszegen vett részt a csapat egy-egy táncversenyen. Zalaegerszegen a Presidents kupán vettünk részt, igazából legfőképp a kisebbekkel, mert hogy ez közel volt. A nagyobbakkal, akik egyéniznek, azok meg Budapestre mentek a ritmuscsapatok országos bajnokságra. Nagyon biztatóan indult az év. Zalaegerszegen az összes produkciónk aranyérmes lett. Itt joggal felmerül a kérdés, hogy akkor nem volt rajtunk kívül más, de volt. De ezek szerint jól állunk már most, bár ez a verseny is, meg ami majd most lesz a hétvégén, az is egy felkészülési versenynek szántuk. Mivel március 25-26-ára készülünk nagyon, akkor lesz a világbajnok is elejtező. Visszatérve még kvázi a kicsikre, ezek szerint az utánpótlás egész jól áll. Igen, én azt gondolom, hogy bár minket is tizedel most ez a vírus, meg a fertőzések, tehát rengeteg gyerek beteg volt, és aki nem tudott eljönni versenyre, de jól állunk, már a fesztiválon is látszott, hogy a gyakorlataink egész jó helyzetben vannak, és jó felkészültségben. Azt gondolom, azóta meg csak töretlenül edzünk, úgyhogy igyekszünk, hogy minél jobbak legyünk idén is. Nem indult nehezen az év, annyival indult nehezen, hogy nem nagyon volt időnk publikálni itt a klubban a helyzetet, és december óta egy kicsit elcsendesedtünk, de ez nem azt jelenti, hogy nem dolgoztunk, hanem ezerre rajta voltunk, hogy minden gyakorlatunk elkészüljön. Kicsit idén később kezdtük el a szólók, duók, koreográfiákat, de most már úgy néz ki, hogy majdnem minden elkészült. Egy-egy csapatunknak még egy pár lépés hiányzik a gyakorlatából, ez meg azért volt, mert rengetegen betegek. Tehát hol egyik, aki meggyógyult, az másik lett beteg, tehát most így még egy-két gyakorlat, ami nincsen kész, de a többi már az más sínen van. Már a következő megmérettetésre gyakorolják a táncosok a Titanic koreográfiát. A nagyok közül egyéniben Tóth Mira, Lanc Tamara és Mányoki Jászmin állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára Budapesten. Majdnem mindenki a dobogón végzett, sőt inkább az első helyen, egy-két, a negyedik, ötödik helyezésünk volt. Nyilván az egy nívósabb verseny, ez egy magyar bajnokság, rengeteg pesti komoly csapattal. Ott egy kicsit nehezebb dolga volt a gyerekeknek, de ez is egy jó mérföldkő volt ahhoz, hogy most Balatonfüreden egy még nehezebb mezőnybe lesz, még nívósabb. Lesz olyan kategória, 20 ellenfelünk is lesz, úgyhogy ez egy felkészülés volt. Ezek mostani hétvége lesz a következő állomás, és a vége meg pedig a kvalifikáció. Némileg említettél már a folytatást, de még erre térjünk ki, akkor lesz a füledi verseny, és mik a fő célok 2023-ban? Hát ugye most hétvégén elmegyünk Füredre, utána a hétvégén a kötélugróink is megkezdik majd az évadot, hogy nekik egy megyei diákolimpiával indul a 2023-as év. Március 18-án lesz még egy verseny, amit még, hogyha valaki szeretné kipróbálni az új koreográfiáját, akár egyéni duó vagy csoportformáció, akkor ez lesz még egy pesti verseny, ez is a ritmuscsapatoknak a második fordulója. Oda még el tudunk menni egyet gyakorolni, és akkor 25-26-án Budapesten a Gerevics Aladár Nemzeti Sportcsarnokban lesz idén a kvalifikációs versenyünk, hogy ezerrel arra készülünk. A kötélugróink meg a diákolimpia döntőre, reméljük, hogy minél többen tovább jutnak majd a megyeiről, az pedig Szolnokon lesz, és úgy néz ki, hogy Csermák Annánknak megoldódik az utazási lehetősége, és így ő részt tud venni majd Amerikába, a Colorado Springsbe a világbajnokságon. Knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind my saying, I can see you're out of basic. I give you some advice. Lanc Tamara évek óta a Sandio egyik legeredményesebb táncosa. Ezúttal az egyéni arany mellett párjával, új Viktóriával is első helyen zárt a ritmus csapatok országos bajnokságán. Itt maradtam most a Sandiánál, és még egy évet itt is tervezek maradni.
és szeptembertől a testnevelési egyetemre szeretnék jelentkezni, és ha jól sikerül, akkor ott is fogom folytatni a tanulmányaimat. Az egyesületnek az egyik fele ment csak Pestre, és hát kisebb-nagyobb sikerekkel elég jó helyezéseket értünk el. Egyéniben első lettem, és duóban is elsők lettünk, meg külön díjat is kaptunk, egy ötletes koreográfia díjat. A duóról mesélj, hogy ki a párod, és hogy ment a közös munka? Hát új Viktória párom már több éve, és szerintem rendes, elég jól készülünk a versenyekre. Igen. Említetted, vagy hát tudjuk már, hogy régóta tagja vagy a Szandiának, most kvázi te húzod el kicsit a többieket, vagy tudsz-e tanácsokat adni a fiatalabbaknak? Hát én próbálok tanácsokat adni, és mindig motiválni őket, hogy soha ne adják fel az álmaikat, mert semmi sem lehetetlen. A pesti versenyen szintén első helyen végzett a Marton Dóra Sipos Jászmin duó, és a Bakonyi Sára Turi Dorka Mányoki Jászmin trió. A táncosok a hétvégén már Balatonfüreden versenyeznek, majd készülnek tovább a világbajnoki selejtezőre, amit március végén tartanak.